Oké, szóval mind ismerjük, vagy legalább hallottunk a do it yourself és a lifehack kategóriákról, ugye? Ugye, nagyon remélem. Ha láttátok már néhány előző videómat, akkor tudhatjátok, hogy én nagyon szeretek trükköket, tippeket elhozni a nézőimnek, hogy megkönnyíthessem az életeteket ezen keresztül. Valami beleszállt az orrjukon, van nagyon kellemes érzés, a fasz ki van. Ilyen például a... Gondolom, itt már majdnem mindenkivel előfordult, hogy így nyugodtan ültök a kanapén vagy az ágy szélén, próbáltok felkészülni a holnapi prezentációra, befejezni a beadandókat, amikor hirtelen a laptopod úgy dönt, hogy véres bosszút áll rajtad, és leégeti az egész combodat, for no fucking reason whatsoever. Velem is rendszeresen előfordult, de aztán rátaláltam erre a csatornára. És azóta nem kell a sürgősségre járnom folyamatosan, súlyos égési sérülésekkel, amit a laptopom okozott. Beletelt jó pár alkalomban, amíg rájöttem, hogy nem kéne alátét nélkül használnom a laptopomat, ha minden egyes alkalommal meg fog égetni, mert maga a sátán küldte, hogy imitálja nap mint nap számomra a pokol bugyrait, mert már előre tudja, hogy oda fogok kerülni, ezért valamennyire szeretne felkészíteni, nagyon figyelmes tőle. Szóval hosszú évek elteltével sikerült rá találnom erre a 5 Minute Crafts YouTube csatornára, és ez a videó határozottan megváltoztatta az életemet. Nem csináltam meg ezt a sok szart, amit bemutattak, csak fogtam a régi földrajzatlaszomat, amit soha büdös életben nem nyitottam még ki, szóval nézzük is meg. Kiskutya. Tudtátok, hogy van ilyen... Mik ezek amúgy? Csillagkép. Tudtátok, hogy van kiskutya nevű csillagkép? Azért buktam meg földrajzba. Fogtam a földrajzatlaszomat, így elhelyeztem a tenyeremen, mert általában ebben a pozícióban használom a laptopomat, majd rá... Ráhelyeztem a laptopomat gyengéden, határozottan nem dobtam, ejtettem rá erre a cuccra 20 méterről, és határozottan nem tört be a képernyő, és határozottan nem mondtam azt édesapámnak, hogy hát nem tudom mi történt, mert csak úgy magától elromlott. Na mindegy, nem kell ilyen NASA szintű Noé bárkáját építenetek, fogtok egy régi földrajzatlaszt, és ugyanúgy működik. De ha valaki meg szeretné nehezíteni a már amúgy is szopóroller életet, akkor nyugodtan meg lehet ezt csinálni. De hála Istennek, vannak itt még gyöngyszemek, mint például... What the fuck? Amikor először néztem ezt a videót, akkor nem értettem, hogy a két dolog hogy kapcsolódik össze, már mint a virágföld, meg a rágógumi. De aztán, mint egy jó történet végén, minden összeállt. Viszont nem lett olyan tökéletes a forgatókönyvírás, mert egy tátongó űr maradt a lelkemben, és a hangok azt ordibálják ki belőle, hogy a picsába könnyebb ez, mint mondjuk eltakarodni a WC-be, és ott kivenni egy darab rágót, és berakni a, behelyezni a szádba. Hogyan? Hogyan? És más nem fogja észrevenni, hogy turkálsz a virágföldbe? Meg más nem fogja észrevenni, hogy rágózol, és nem fogja megkérdezni, hogy hé, honnan van a rágót? Te meg majd azt mondod, hogy Halló? És addig telefonálsz, amíg el nem sorvadtok mindketten ott a kanapén. Nem értem. És a legjobb az egészben, hogy annyira elégedett magával a Pali. Annyira büszke magára. Láttam az arcán, hogy mosolyog, hogy... Túljártam az eszükön. What? Viszont ahogy a videó elején is említettem, ma szeretnék igazán hasznos dolgokat bemutatni nektek, elkészíteni, tippeket adni, hogy megkönnyítsem az életeteket, mert úgy érzem, hogy ennyivel tartozom a társadalomnak, ezt meg én se hittem el, XD. Van egy-két dolog, amit én magam találtam föl, nem akarok hencegni persze, de
majd meglátjátok, hogy mennyire határtalan a zsenialitásom. Szóval kezdjünk is bele, az első egy fejdísz, amit főleg diákoknak ajánlok, de nyilván mindenki más is hasznát veheti. Első lépés, fogsz egy kendőt, fejpántot, fehérneműt, amit akarsz, nekem totál mindegy, csak férjen rá a fejedre. Szóval fogod és beleszurkodsz szépen lassan mindent, amit használsz a projektedhez. Így nem kell majd folyamatosan keresgélned a 37 ezredik tollet is, amit elővettél a projektet készítéséhez. Ugyanis, ha olyan vagy, mint én, akkor az időt 75%-át azzal töltött, hogy szivárvány színei szerint elrendezed a tollakat, ahelyett, hogy hasznos dologgal töltenéd az idődet. Mire oda jutsz, hogy valóban elkezdenéd a munkát, addigra a hegyi mentők se tudnának kiásni a toll lavina alól, amit magad köré fostál. Legyünk őszinték. Szóval az ilyen típusú emberek számára tökéletes ez a fejdísz. Gyakorlatilag olyan, mint a vadnyugaton ez a fegyvertartó, szívesen, hogy feltaláltam. Viszont nem akarok hazudni, van egyetlen egy negatív oldala. Általában az első 30 alkalommal elfelejtem, hogy a fejemben van ez a csodálatos találmány. Így az asztalomon kezdek el keresni mindent, elpazarlok egy csomó időt, mire rájövök, hogy amúgy minden, amire szükségem van, a fejemen található. Ez lelassíthatja a folyamatot, de ha nem vagy olyan seg hülye, mint én, akkor ezzel valószínűleg nem lesz problémát. Rendelj elő mostan is Pride Show kuponkódot használva, féláron is hozzájuthat. Oké, következő. Mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor hétfő reggel megszólal az ébresztő óra, és legszívesebben kivetnénk magunkat egy helikopterből az óceáni jeges hullámai közé, munkába menetel helyett. Valljuk be, ilyenkor mindenkire ráférne egy kis motiváció. Pont az ilyen pillanatokra találtam fel a Top Joy nyakláncot, gyerekek. Első lépés, fogod a Top Joy kupak gyűjteményedet, amit még érzékeny, depressziós tinédzser korodban vásároltál össze, mert remélted, hogyha felolvasod a spanyaidnak azt, hogy ez a terapod egy kupakból, akkor nem fog számítani, hogy nem csináltál fizikaházit, meg fogsz bukni a g***be, ki fognak tagadni otthonról, nem lesz normális jövőd, mert a kupak megoldja minden problémádat. Szóval fogod ezeket és csinálsz belőlük egy nyakláncot, hogy mindig nálad lehessenek ezek a lélekerősítő, bátorító, motiváló üzenetek, bárhova mész éppen. Hétfő reggel 6:30 és a harmadik nyugdíjas húzza át káposztával megtöltött banyatankját a lábadon, és már nem érzed a végtagjaidat, mert annyira összenyomtak a metrón. Nem számít, mert a Top Joy megmondta, hogy ez a te napod, szóval hinned kell benne. Bár ha ennyire lélekerősítésre vársz, akkor lehet, hogy jobban járnál kétszer házi pálinkával a kávédban, de kinek mi? Van itt nekünk határcsillagos ég felirat. A béke jobb, egyszer élünk. Ne veszítsd el a fejed, ez nagyon hasznos lehet hétfő reggel. Fel a fejjel. Megint csak nagyon jó tanács. Egyszer élünk. Ilyen volt már, nem? Nem, a béke jobb, egyszer élünk volt már, szóval nem tudom eldönteni, hogy melyik legyen, így mindkettőt fel fogom rakni. És benned is van egy tigris. Csak hogy mindig emlékezzünk arra, hogy mi is ugyanolyan állatok vagyunk, és semmivel sem vagyunk jobbak. Köszönöm a figyelmet. Mindenki az ízlésének megfelelően válaszol ki a nyaklánc alapanyagát. Én úgy érzem, hogy ez a sötét, szürkés szín menni fog az outfitjeimhez. Szerintem ez így pont jó, könnyen levehető, könnyen felhelyezhető, határozottan nem fog leesni a fejemről ugyanakkor, kivéve ha levágják a nyakamnál, és le leszek fejezve, de hát ezt később nyilván lehet állítgatni. Fogalmam sincs, hogy hol a közepe, de úgyis ilyen absztrakt dolgot akarok alkotni, szóval nem számít. Szóval ide fölhelyezem a madzagot. Füstöl, nem tudom, hogy füstölnie kéne. Oh god, I'm panicking. Kicsit félek, miért nem jön ragasztó. Valószínű meg fogom égetni magam legalább 83-szor. Ebből nem szeretné jönni még? Ti értitek? Mert én nem. Oké, szóval az a helyzet, hogy kiderítettem az internetről, hogy ez a ragasztópisztoly homofób, szóval nekem nem akar működni, és soha nem is fog a büdös életben. Miért utálsz? De nehogy azt higgyétek, hogy velem ki tudnak cseszni. Ez valószínűleg egy rossz ötlet, és nem fog működni, de úgy érzem, Isten is úgy akarja, hogy én távol maradjak ma a ragasztópisztolytól. Őszinte leszek, semmi jóra nem számítok. Nem is akartam, hogy működjön. Úgyis itt van a folyékony ragasztó, szóval nem tudom, hogy 30 vagy 40 évesek ezek a ragasztók. Tehát, hogy már nem is folynak.
kiragasztóidata van. Ráillesztjük. Oké, okay, szóval eddig így vagyunk. Beautiful! Van eddig egy fel a fejjelünk és egy egyszer élünk feliratunk. Melyik legyen a következő? Ez a benned is van egy tigris, ez nekem így szimpatikusnak tűnik. Ennek a mintája is kicsit más, kicsit jazz, meg végigizéljük. Természetesen erősebben kell megnyomni a ragasztót, hogy pluszba kifoljon. Ez jó ragasztós lesz, szóval az odanyomós technikát fogom használni, ami soha büdös életben nem működött még egyébként. Valószínű most se fog. Ez fuck me. Tudjátok miért van ez? Ragasztó unboxing, gyerekek, ez a ragasztó egy kalap szar. Kajakra mondom, hogy ez még a papírt se tudja összeragasztani. Esélyt is adok neki száradni, de úgyse fog működni. Tök mindegy, mit csinálsz, nem működik. Ragasztó? Fucking bullshit. Túl sok lett? Miért csinálok ilyeneket magammal, meg az életemmel? Á, mindenhol folyik, remek. Ezért buktam meg technikából mindig majdnem. Fú! Á, gyorsan meg fog száradni. Ne! Pánikolok, pánikolok. Még jó, hogy van egy inspiráló top joint-nyakláncunk, ami segít a szituációban. Most várunk, az életben mindig, állandóan csak várunk. Ez kevésbé kurva fos, mintha szar lenne. Jó, hát nem kell révpartikba elmenni ebbe a nyakláncba, és akkor nem lesz probléma. Nem tudom, mit kell itt vadulni folyamatosan a mai fiataloknak, na mindegy. Oda ragad az ujjamhoz a kupak, és fejjel lefelé rángatom itt a dolgokat. Komolyan mondom, én nem vagyok ideges, ti vagytok idegesek. Kitalálta úgy, hogy majd a DIY kraftolás relaxáló hatású lesz. Kinek relaxáló? Én nem vagyok relaxált egyáltalán. Írjátok meg kommentben, relaxáltak vagytok, de én aztán minden vagyok, csak relaxált nem. Nem tudom, nekem tetszik igazából. Egyedi, egyedinek mondanám. Közben nézzük meg a papírunkat az előző ragasztóval. Volt osztálytársam általánosban, mindig így csinálta koncentrált, és mindig meg akartam húzni a nyelvét, de soha nem tettem. Örök életembe bánni fogom egyébként, na mindegy. Egy, kettő, oké, meguntam. Kövi! Finoman, tiszteljük a kraftot, tiszteljük a művészetet és az alkotást. Készen is vagyunk, srácok. Nekem tetszik. Yeah. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rocking with the people who been following me when I never thought it would happen and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got, I never knew one from the bottom, but now I've had enough. Please stay away, find a new hobby, cause you've been too close to my personal space. Don't make me call out your names, but I'll go there and you gonna make me put you in your place. I'm trying to put my whole crew in a race, came a long way from that minimum wage. Funny how money be bringing out people who never remember the time that they paid. Count it up on my two hands, if you wanna talk I need two bands. I don't play around with no loose ends, and I never wanted no new friends. I keep it real, you can ask the